Orbán Viktor miniszterelnök és Zelenszky ukrajnai elnök tárgyalt egymással, és Orbán Viktor a tárgyalás során hangsúlyozta, Magyarország támogatja, hogy Ukrajna megkapja az EU tagjelölti státuszt, és mielőbb le kell bontani a bürokratikus akadályokat Ukrajna tényleges uniós csatlakozása előtt is. Akkor miről beszélünk? Hát önök valójában már megint hazudnak, nem elveik vannak, hanem üzletelnek, önöket csak a pénz érdekli. És ami pedig még mielőtt elmegy az utolsó balliberális képviselő is, örülök, hogy itt vannak önök hárman. Hadd mondjam el akkor, hogy önök is hozták a formájukat, önök is ugyanazt csinálják, a lényegüket hozzák, most megmutatták megint ismét az arcukat, semmi más nem csinálnak, mint az amerikai gyökerű, nemzetközi pénzemberek, globális nagyvállalatok utasításait végrehajtják. Nem tudom, valakinek föltűnte az, hogy a Momentum jelenleg ehhez a vitához, ami nem Magyarországról szól elsősorban, hanem Ukrajnához 5 képviselővel szól hozzá. Tehát ez az önök frakciójának gyakorlatilag a fele. Ehhez képest az önök frakció vezetője nyilván nagy eredmény, hogy papírból sikerült felolvasni a mondandóját, amit valaki leírt neki, lehet, hogy New Yorkból küldték el, de az a nagy helyzet, hogy egyetlen egy szakmai vitához hozzá nem szólt. Itt vezérszónokként, én itt voltam a költségvetési vitában, energetikai kérdésekhez, atomenergiához hozzászóltam. Gerencsér úr semmi máshoz nem szól hozzá, csak Ukrajna érdekeit képviseli Magyarországgyűlésben, de valójában az amerikai megbízók érdekeit képviselik, úgyhogy önök most elképesztően aktívak a Momentum részéről, de nem láttuk semmilyen olyan ügyben, amikor például vagyongazdálkodás, digitális állam, felsőoktatási vita, nem láttuk az önök aktivitását. Úgyhogy semmi más nem történik itt a parlamentben, megint csak annyi, ami szokott, hogy a Mi Hazánk mozgalom az egyetlen, amely a magyarok érdekeit képviseli elfűen, mert mi 2022 júniusában, amikor Orbán Viktor még azt mondta, hogy támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásának megkezdését, a Mi Hazánk mozgalom frakciója azonnal tiltakozott. És mi az első pillanatban elmondtuk, hogy Ukrajna természetesen semmilyen szempontból nem alkalmas az Európai Uniós tagságra, és az Európai Uniós tagállamok fizetnék meg az árát annak, katasztrofális árát annak, hogyha Ukrajnát előbb-utóbb az Európai Unióhoz csatolnák. De azért akkor mindezek után beszéljünk még valamiről, amiről ugyan érintőlegesen tettek önök említést, mind a Fidesz, mind pedig a balliberális oldal. De itt is szeretnék rámutatni arra, hogy mennyire átverik a magyarokat. Mert hogy a kárpátaljai magyarok, a magyar érdek mindennél fontosabb. Akkor kezdjük először, mielőtt a magyar gazdasági érdekekről beszélnék, a kárpátaljai magyarok ügyét. Itt többször a balliberális oldal fölolvasta a foglyulejtett, túlszulejtett kárpátaljai magyar érdekképviselet által küldött levelet. Miért nem hívták be ide a kárpátaljai magyarok valódi, tehát nem annak az érdekképviseleti szervezetnek a vezetőit idézzék, akik kijevi fogságban vannak, és akiknek az érdekképviseleti szervezetének a neve is úgy kezdődik, hogy ukrajnai magyar. Miért nem hívják be ide a KMKS vezetőjét, a kárpátaljai magyarok legitim képviselőjét? Tudja, hogy hol van Szabó Tímia képviselő asszony? Ne egymással foglalkozzanak, mert a lényeg csak itt most először hangzik el ebben az országgyűlésben. Miért nem hívja be a Momentum, a Demokratikus Koalíció, vagy akár a Nanopárt képviselője a Párbeszéd, miért nem hívja be Brezovics Lászlót, a KMKS elnökét? Nem kell Kijeviv mennie, mert itt van menekültként Budapesten. Tud ön arról, hogy menekültként van Budapesten? Tud ön arról, hogyha hazamenne a szülőföldjére, Kárpátaljára, a magyarok érdekvédelmi szerzetek képviselője, akkor lehet, hogy lelövik, vagy éppen lecsukják? Tisztában vannak önök azzal, hogy Ukrajna nem csak gazdasági katasztrófát hozna az Európai Unió és Magyarország számára, hanem ezen kívül Ukrajna egy terrorállam, és csak ezután jön az, hogy egyébként a világ egyik legkorruptabb állama. Mert akkor menjünk sorba akkor ezeken az állításokon. Ehhez előveszek egy szemléltető eszközt, tudom, hogy ezért majd meghurcolnak, vagy büntetést kapok. De az a nagy helyzet, hogy nem tudom mással önöknek bizonyítani. Itt a sok elhangzott hazugság, mellébeszélés, meg össze-vissza beszélés, meg Amerikából ide küldött önöknek leírt mondatok helyett, itt a nagy valóság. Tudják, hogy mi ez? Ez egy ukrajnai katona könyve. Ez egy magyar, egy kárpátai magyar katona könyve, aki már úton volt a frontra, és megszökött. És Ukrajnából és külföldről tömegesen
szöknek meg magyar állampolgárságú, magyar nemzetiségű kárpátaljai honfitársaink, akiket a vágóhídra visznek jelenleg, miközben mi itt egymással vagyunk éppen elfoglalva. És mivel ezeket az embereket senki nem menti meg, sem az önök amerikai nemzetközi nagyvállalati és egyéb barátai, sem pedig a magyar kormány nem menti meg ezeket a magyarokat, ezért a Mi Hazánk mozgalomhoz fordultak, és tömegesen hozzuk őket haza, a Mi Hazánk mozgalom tagjai a saját biztonságukat kockáztatva, mert magyar életeket mentünk meg. És behozhattam volna őket ahelyett, hogy most én lehet, hogy majd kapok ezért valami pénzbüntetést, mert tudom, hogy nem lehet ilyen eszközöket fölmutatni, de nem tudom őket behozni, mert az életükkel játszanak, 5-10 év börtönnel játszanak ezek a kárpátai magyar honfitársaink. Ezért kell bizonyítékként, mert különben még ezt is letagadnák, behoznom az egyik magyarnak a katonai kiskönyvét. Ez elég friss, néhány nappal ezelőtt hoztuk haza Magyarországra. És a magyar államnak, a magyar kormánynak kutya kötelessége lenne az, hogy az ő életüket menti. A balliberális oldaltól nem várjuk el, mert ők nyíltan ukrán, amerikai és nemzetközi pénzügyi köröket képviselnek ebben a vitában is. De akkor még mindig, hogy mi lenne a teendője a magyar kormánynak, hogy megvédje, valóban megvédje a magyar honfitársainkat. Miért nem kezdeményezi akkor, amikor Orbán Viktor most már rendszeresen beszélget Zelenszkijjel? Miért nem kezdeményezi azt például, amit mondjuk Ausztria annak idején megmert tenni? Miért nem védhatalmi státuszt akar Magyarország gyakorolni a kárpátai magyar állampolgárságú magyar testvéreink, honfitársaink érdekében? Miért van az, hogy Orbán Viktortól ma is csak annyit hallottunk, hogy megelégszünk azzal, hogyha 2015-ben elvett magyar jogokat visszaadják? Hát az a minimum.